világzenei csemegéket tartalmazó őszi koncert és programsorozattal, a WOMAG-hez kapcsolódó október 20-ai 0. napi estel, új lemezekkel, valamint a Héttorony Fesztivállal ünnepli 20. születésnapját a Fonó Budai Zeneház, amelyet nemrégiben jelöltek Prima Primissima díjra. Gondolom, hogy a Prima Primissima jelölés ugye az elismerés nem csak az elmúlt évnek, hanem az elmúlt 20 évnek, tehát ugye a legjobbakat jelölik, és hát örömteli valóban, hogy a közművelődés és a népművészet kategóriában a Fonó Budai Zeneházat is jelölte a kuratórium. Kitartó munka, tehát mindig ezt szoktuk mondani, tehát egy zenekar is akkor ér révbe, ha kitartóan évekig, netán évtizedekig muzsikál, akkor jön meg az eredmény, akkor jönnek a sikerek, tehát magától fél évre, egy évre nem igazán jönnek kiszámíthatóan sem a látogatók, sem a sikerek. Mindenért keményen meg kell dolgozni. Hát a Fonó Budai Zeneház keményen megdolgozott a küldetésért. Valóban elhatároztuk annó az elődeimmel együtt, hogy ebből egy nívós értékálló helyet csinálunk, és hogy csak az értékek mentén, és elsősorban ugye csak a népzene mentén, vagy a népzenéből táplálkozó műfajokat éltetjük. Ez a folyamat beérni látszik, tehát ugye olyan produkcióknak vagyunk mi a mozgatói, mint a Csíkzenekar, vagy a kiadónk révén, ugye a Lajkó Félixnek a sikeres kiadványait, vagy a Cimbali Bandnek a kiadványait menedzseljük. Rendhagyóak a szerdai táncházak, ez 20 éve folyamatosan zajlik, tehát az több tízezer ember élte meg. Gyerekprodukciók, kísérleti műsorok, tehát minden adott a Fonóban, és hát ezt értékeli a közönség is, meg a szakma is.